Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Baleset. Egy ember megsérült, amikor egy tűzoltó autó ütközött össze egy furgonnal ma reggel. Közmeghallgatás. Az utak mellett a gyermekorvosi rendelő megközelíthetőségéről és a lőtérről kiszűrődő hanghatásokról is kérdeztek a lakók. Téli igazgatási szünet. December 18-a és 29-e között nem lesz ügyfélfogadás a Városházán. Egy személy megsérült ma reggel abban a balesetben, amikor egy tűzoltó autó és egy furgon ütközött össze a Dunakanyar körút és a Kovács László utca kereszteződésében. Használta a megkülönböztető hang és fényjelzését a tűzoltó autó, amikor sávváltás közben nekiment a szintén Tahitót falu felé haladó furgonnak. A tűzoltóság esetkocsija kidöntött egy villanyoszlopot a baleset következtében. A helyszínelés ideje alatt a rendőrök irányították a forgalmat, ami egy sávon haladt. Többen kértek szót a helyszínen, a közmeghallgatáson, amit hétfőn tartottak a Városháza dísztermében. Az utak felújítása mellett Pismány városrész besorolásának megváltoztatásáról és a honvédségi lőtér zajhatásairól is kért tájékoztatást a polgármestertől az egyik lakó. Először az írásban feltett kérdésekre reagált a polgármester a közmeghallgatáson hétfő délután. Pismány városrész üdülő övezeti besorolásának megváltoztatása, a honvédségi lőtér hanghatásai, a gyermekorvosi rendelő megközelíthetősége, valamint az útfelújításokat végző cég szakmai megbízhatóságával kapcsolatban is tájékoztatást kért a városvezetőtől az egyik szentendrei lakó. Havonta, két hetente telefonálok az önkormányzatnak, hogy csináljanak valamit a Tegezúttal. Gyakorlatilag Pismánynak az a fő ütőere, hiszen a Barackoson nem lehet közlekedni, hiszen az utolsó egy kilométere földút, tehát hogyha valaki aszfaltos úton szeretné elérni az otthonát, akkor a Tegezútat kell használnia. Az én bejelentéseimre általában szóban nagyon kedves ügyintéző hölgyek veszik fel a telefont, és általában mindig megígérik, hogy intézkednek. Az összes intézkedési ígéretet nem tartották be. Gyakorlatilag egész nyáron keresztbe volt szakadva a Tegez utca, és tengelytörő módon lehetett csak közlekedni. Ez körülbelül a nyár végére oldódott meg, amikor válaszukban egy SMS-be kaptam olyat, hogy hát megoldották a Tegez utca összes problémáját, körülbelül 40 darab kátyú volt még addig az úton. Most, ahogy jöttem ide, most aszfaltoztak ilyenkor mínuszfokba, nagyon, nagyon szakszerű. Úgyhogy szeretném föltenni a kérdést, hogy az a cég, aki a szentendrei útjavításokat végzi, az önkormányzati tulajdonban van, önkormányzati megbízott-e, vagy milyen létjogosultsággal dolgozik Szentendrének, mert azt látom, hogy ha dolgoznak, akkor szakszerűtlenül dolgoznak, ha elkezdték a munkát, akkor kiszedik az aszfaltot, majd hetekig, hónapokig ott van a kiásott gödör, és nem aszfaltozzák le. Tapasztaltam olyat, hogy olyan aszfaltozás, hogy csak a felét aszfaltozták le, mert elfogyott az aszfalt, stb. A feltett kérdésekre a polgármester válaszolt. Pici túlzások azért voltak a felvetésekben, nem sorrendben, amiről tudok, arról referálok. Tehát a gyermekorvosi rendelő ugye az idejében kívülről is megújult, tavaly évben belülről. Most már a fűtése is rendben van, és a megközelíthetőséggel kapcsolatban pedig az a jó hírem, hogy ott parkolókat fogunk tudni kialakítani, tehát ennek a tervei már elkészültek, meg van az a terület, ahol gépkocsi parkolót tudunk majd kialakítani. Az üdülőbesoroláson sajnos nem tudunk változtatni, ezt ugye részletesen a helyi építési szabályzatnak a partnerségi véleményezésekor számos alkalommal elmondtuk, hogy miért. Tehát értem azt, hogy az üdülőben állandó életvitelszerű tartózkodás, lakcím, tehát állandó lakcímet létesítettek, és ott is laknak az emberek, de ettől független a besorolás feltételeinek, tehát a feltételei részletesen le vannak írva a szabályozásba, ezek elég szigorúak, éppen azért, mert a beépítésnek, az előbb említett okból, hogy a beépítésnek a ütemét ne engedjük gyorsítani. A közvilágítással kapcsolatban hamarosan elkészül az egész városnak a ledes közvilágítása, korszerűsítése, hiányoknak a pótlása. Terveink szerint ezt a jövő évben
fogjuk megvalósítani. Versegi Nagy Miklós válaszában elmondta, hogy a honvédségi lőtér hosszú idők óta a szabályoknak megfelelően működik. Az útfelújítással kapcsolatos konkrét válaszokra felkérte a városfejlesztési alpolgármestert. A Tegez utcára vonatkozóan valóban ráférne akár egy felújítás, mint oly sok más utcára, úgyhogy ezt minden évben az önkormányzat eldönti, hogy melyik utcák felújítása vagy kiépítése fér bele a költségvetésbe. Rendelkezünk egyébként tervekkel a Tegez utcára vonatkozóan is, csak ugye a döntésnél sok szempontot kell mérlegelni. Ugye a Tegez utca az egy üdülővezet utcája, tehát ilyen szempontból a lakóvezeti utcák azok megelőzik prioritásban, de mondjuk a Tegez utca az egy, ennek a üdülővezetnek az egyik főközlekedési útvonal, ez így van. De ez egy nagyon nehéz kérdés, ami gyakorlatilag minden közmeghallgatáson fölmerül, a utak állapota, vagy közművek állapota versus üdülővezetek versus beköltözők száma versus forgalom növekedés, mert hogy ez minden összefügg, vagy hát ez a négy dolog, ez így egymást indukálja, tehát hogyha felújítjuk az utat, akkor beköltöznek, hogyha beköltöznek, akkor kérik, hogy az odavezető utakat is újítsuk fel, hogyha még többen beköltöztek, akkor megnövekszik a forgalom, hogyha megnövekszik a forgalom, akkor szélesítse az önkormányzat az utakat, és újítsa meg azokat az utakat is, amik még nincsenek, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezért is vonatkozik szigorú szabályozás erre vonatkozóan a szabályozási tervben, ahogy polgármester elmondta, hogy mi a feltétele az üdülővezeteknek az átsorolásának. A kérdező egy percben reagálhatott a kapott válaszokra. A főúton elhelyezett két vadonatúj ledes lámpát azt egy kicsit idézőjelbe tettem, hogy milyen jó, hogy oda rakták, mert hogy annak világítási hatása nincsen. Úgyhogy kérem az önkormányzatot, hogy a ledes közvilágítást azt erősen gondolják át, mert hiába mondanak mindenféle számot, azért a híradóban is látni, hogy elég sok probléma van ezekkel. Az aszfaltozó céget, most akkor ezek szerint van itt több képviselője is, ha rajtam múlna, én már körülbelül az első fél munkájuknál rúgtam volna ki őket, én építési vállalkozó voltam, bemegyünk az internetre, ezret lehet belőlük találni, mi a Tambura utcát egy nap alatt 150 métert aszfaltoztattunk le, pontosan tudom, hogy hogy működik, nem látom az uraknak a költségvetését, hogy mennyiért dolgoznak, de szerintem az önkormányzat elgondolkozhatna azon, hogy egy olyan céget bízzon meg ezzel, ha nem a saját cég az önkormányzatnak, ha viszont a saját cég az önkormányzat, akkor rosszul végzik a munkájukat. A Barackos úti játszótér felújítására is kapott ígéretet a lakó. További kérdések és válaszok is elhangoztak a közmeghallgatáson, de arról későbbi adásunkban láthatnak összefoglalót. Igazgatási szünetet rendelt el a város képviselőtestülete. December 18-a és 29-e között a Városházán nem lesz ügyfélfogadás, de a városi ügyfélszolgálat ez idő alatt is működik. Az igazgatási szünet időtartalma alatt az ügyelet december 18 és 22-e között változatlan munkarendben történik, míg december 27-e és 29-e között 8 órától 12 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére az ügyfélszolgálat munkatársai a 2000 Szentendre Dunakorzó 18 szám alatt, személyesen vagy a 0626 300 407-es telefonos elérhetőségen. Az első ügyfélfogadási nap 2018. január 3-a szerda. Újabb mérföldkő érkezett el a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium végzős diákjai életében. A szombaton szervezett szalagavaton 51 tanuló kapott szalagot, amellyel az iskola azt jelzi, hogy készülnek az utolsó megmérettetésre, az érettségire. Izgatott készülődés és annál nagyobb várakozás előzte meg a szombati szalagavatót a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium végzőseinél. Az ünnepséget a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban tartották, ahol családtagok, barátok köszöntötték a szalagavatón a fiatalokat. Az iskola igazgatóját kérdeztük, ő miként éli meg ezt a búcsút. A legérdekesebb érzés ilyenkor mindig a büszkeség. Mert hogy annyira büszke vagyok ilyenkor a diákjainkra, egyrészt gyönyörűek, másrészt olyan jó látni őket, ahogy felnőtté értek az évek alatt. Ugye a most végzős diákok közül is, hát majdnem a felét 6 éves kora óta ismerem,
és hihetetlenül jó érzés látni, ahogy felnőtté váltak itt tulajdonképp mellettünk. Nagyon várták ezt a mai napot, és tényleg remélem azt, ahogy az elején a beszédemben is mondtam, hogy nagyon remélem, hogy a szép emlékek között az egyik legszebb lesz majd nekik ez a nap. Az igazgatóasszony fontosnak tartotta, hogy beszédében egyfajta útravalóul tudjon szolgálni a végzős diákoknak. Útravalóul arról beszéltem nekik, hogy mindenért meg kell dolgozni, és mindennek meg kell fizetni az árát munkával, lemondással, kitartással, de arra biztattam őket, hogy tegyék ezt meg, és fektessék be az energiát, mert ha 100%-os befektetést tesznek meg valamiért, akkor az eredmény is 100%-os lesz. A végső búcsú egy utolsó szakaszához érkeztek a szalagavató alkalmával a diákok és a tanárok. Szeptember óta minden héten másfél órát tanultuk a táncokat. Nem úgy sikerültek a táncok, mint ahogy begyakoroltuk, viszont szerintem az osztályomról nagyon jó képet adott, ilyen kis vidámak, szertelenek, nem odafigyelők, és végül is szép volt a tánc. A végzős lányok és fiúk is nagy lelkesedéssel készültek a szalagavatóra. A lányoknak külön kihívást jelentett a megfelelő ruha kiválasztása. Azt gondolom, hogy nagyon szoros, nagyon jó osztályközösség lettünk. Sírva búcsúzunk egymástól, azaz, hogy én mindenképpen, úgyhogy jó osztályközösség lett belőlünk. Az ünnep után a hétköznapokban a legfontosabb, hogy február 15-ig meghozzák azt a döntést az érettségizők, hogy milyen felső oktatási intézménybe jelentkeznek, ami életük egyik meghatározó lépése. Végül a várható időjárásról. Ködösen indul a csütörtök. Délután a többfelé feloszlik a köd, a nap is előbújik. Gyenge, mérsékelt marad a szél. A ködös borongos tájakon 1-3, máshol 4-8 fok várható. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Egy személy megsérült ma reggel abban a balesetben, amikor egy tűzoltó autó és egy furgon ütközött össze a Dunakanyar körút és a Kovács László utca kereszteződésében. Többen kértek szót a helyszínen a közmeghallgatáson, amit hétfőn tartottak a Városháza dísztermében. Az utak felújítása mellett Pismány városrész besorolásának megváltoztatásáról és a honvédségi lőtér zajhatásairól is kért tájékoztatást a polgármestertől az egyik lakó. Igazgatási szünetet rendelt el a város képviselő testülete december 18-a és 29-e között a Városházán. Nem lesz ügyfélfogadás, de a városi ügyfélszolgálat ez idő alatt is működik. Újabb mérföldkő érkezett el a II. Rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium végzős diákjai életében. A szombaton szervezett szalagavaton 51 tanuló kapott szalagot, amellyel az iskola azt jelzi, hogy készülnek az utolsó megmérettetésre, az érettségire. Önök a híradót látták. Maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan Testőr című magazinműsorunk következik, amiben Gallina Ági Íris, szociálpedagógus, terapeuta beszél a testi-lelki egyensúlyról. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, már a Magyar Telekom IPTV hálózatán is. További híreinkért keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásainkat. De csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!